Tudta, hogy egy peres jogvita során az eljáró magyar bíróság az Európai Unió bíróságának segítségét kérheti a döntése meghozatala során? Miért jó ez? Mi lesz a hazai bíróság kötelessége az Európai Unió bíróságának döntése után? Ha a hazai bíróságoknak az eljárásuk során uniós jogot vagy uniós jog által érintett nemzeti jogot kell alkalmazniuk, és az alkalmazandó vagy érintett uniós jog érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban valamilyen kérdés merül fel a jogvita során, az eljáró nemzeti bíróság az Európai Unió bíróságához fordulhat és kérheti annak előzetes döntését. Az előzetes döntéshozatali eljárást a bíróság saját döntése alapján is kezdeményezheti, de a peres felek is indítványozhatják. Irodánk számos olyan eljárásban vesz részt, ahol az általunk beadott kérelem alapján az általunk megfogalmazott problémákkal, kérdésekkel fordult a Magyar Bíróság az Európai Unió Bíróságához. A Nemzeti Bíróság főszabály szerint bizonyos a kúriára vonatkozó kivételekkel egy ilyen indítvány alapján nem köteles az Európai Unió Bíróságához fordulni. Éppen emiatt a sajátosság miatt nagyon fontos az indítvány megfelelő összeállítása. Az eljáró jogi képviselő feladata és felelőssége egy olyan indítvány felépítése, amely meggyőzi az eljáró nemzeti bíróságot, érdemes az Európai Unió bíróságához fordulni. Hiszen ebben az esetben maga a nemzeti bíróság is egy sokkal megalapozottabb és kevésbé megkérdőjelezhető döntést fog tudni meghozni. Ha sikerül meggyőzni az ügyünkben eljáró bíróságot, és az Európai Unió bírósághoz fordul, akkor a magyarországi eljárás felfüggesztésre kerül. Az Európai Bíróság lehetőséget biztosít a peres feleknek, az uniós intézményeknek és valamennyi tagállamnak arra, hogy írásban kifejtsék álláspontjukat a feltett kérdésekkel kapcsolatban. Ezeket a beadványokat minden érintett megkapja, majd ezt követően lehet kérni a tárgyalás tartását. Ez kifejezetten célszerű, hiszen segít az uniós bírákkal a felvetett probléma teljes spektrumát megismertetni, akiknek olyan döntést kell hozniuk, amit utána ugyanúgy kell alkalmazni Portugáliában, Svédországban és az összes többi uniós tagállamban. Az Európai Bíróság döntését követően a Nemzeti Bíróság feladata az, hogy ebből a döntésből a megfelelő következtetéseket levonja a konkrét ügyre, az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályokat az Európai Bíróság döntésének megfelelően alkalmazza, és ezek alapján döntse el a jogvitát. Tehát az Európai Unió Bírósága a konkrét jogvitát nem dönti el, hanem a számára feltett kérdésekre ad egy olyan választ, amelyet a Nemzeti Bíróságnak maradéktalanul követnie kell a saját döntése a konkrét jogvita eldöntése során.